A film megtörtént eseményeken alapul, azonban a szereplők jelleme és a történések bizonyos elemei dramatizáltak, neszenektek. Matt Damon, Stoll András. Az informátor. Megvan a narancslé, amit minden reggel iszogatnak. Tudják, mi van benne? Kukorica. Vagy ott van a juhárszirup, amit a palacsintánkra öntünk. Tudják, mitől olyan jó ízű? A kukoricától. Vagy a szelektív szemétgyűjtésre használt zacskó. Miért olyan, amilyen? Tudod? Aha, a kukoricától. A keményítőtől. De nem a pucége találta fel, hanem a DuPont. Porsche vagy Porsche? Így is úgy is hallottam. Éltem Németországban, tudhatná. Hogy is van a kukorica németül? A kedvenc német szavam a Kugelschreiber. Azaz toll. Mennyi szótag a tollra? Az Archer Daniels Midland. A legtöbb ember sosem hallott rólunk, pedig szinte nincs olyan fogás, amihez ne volna közünk. Olvassák el az apróbetűs részt. Ott vagyunk. Az ADM kivonja a kukoricából a dextrózt és lizin nevezetű aminósavvá alakítja. Tudományosan hangzik, ám ha valaki részvényes, csak az számít, hogy az egyik oldalon bemegy a kukorica, a másik oldalon meg kijön a profit. Nekünk van a világon a legnagyobb lizinültetvényünk. Itt jövök én a képbe. Szia, Kör. Mark? Mikor megyünk el ütögetni egy kicsit? Bármikor. A közeljövőben. Mennyit fizetnek, Kör? Mennyit kaphat egy ilyen fickó? Lefogadom, hogy 100 000 dolcsit. Más sem tesz, mint kapaszkodik a jól fizető állásába. Jó reggelt! Decatur, Illinois, 1992. októbere. Jó reggelt, Mark. Jó reggelt. Megvan a lizin kimutatás. Pompás. Jó. Átállítottuk a dextróz szintet, de a vírus újra felbukkan. Pedig azt hittem, hogy sikerül megcsípni. Új baktériummal próbálkoztunk. Lizin szint abnormális. Megoldjuk. Tovább kell dolgoznunk rajta. Tudjuk, hogy cukorral táplálkozik, ezért biztosítunk neki egy meleg, cukros kis helyet. Ennek a szarnak évente 113 000 tonnát kellene termelnie. Ennek a közelében sem járunk. Miközben 150 millió dollár költöttünk rá, srácok. A japánoknak is vannak lizin problémáik. Ki nem szarja le a japánokat? Nincs más dolgunk, mint rávenni a lizin bogarakat, hogy zabáljanak dextrózt, és termeljék a lóvét. Továbbra is gondok vannak a vírussal. Nem akarok többé hallani a vírusról. Terry, mennyi a veszteségünk havonta? Úgy számolom, hogy 7 milliónál tartunk.
Ez nem mehet így tovább. El akartok menni a következő hónapban beszámolni az apámnak, hogy mekkorát szívunk? Mert én nem. 44-ek vagyunk a szerencsés 500-ak listáján, Mark. Nem akarom, hogy 45-ek legyünk. Old meg! Ha a csirkék csak kukoricát kapnak, megbetegszenek. Így volt ez az első telepesekkel is. A kukorica számos betegséget okozott, bőrgyulladást, még elmebajt is. De ha a csirkét kukoricával és lizinnel etetjük, 8 helyett 6 hónap múlva a szupermarket polcain lehet. Mark! Merre jársz? Hé, gyönyörű vagy. Ó. Képzeld, felhúzták az istálló első falát. Láttad? Ó, hidroponikus rendszerrel próbálkozunk. Próbakép lizinnel etetik az óriás rákokat. Igen, el tudod képzelni? Tegyük fel, hogy óriás rák vagy, és egy nap elúszik melletted egy kukorica. Mit szólnál hozzá? Fura, mi? Megüresedett egy állás Mexikóban. Lehet, hogy oda kell mennem, elintézni pár dolgot. Ó. Oh. Mit szólnátok Mexikóhoz? Azt hittem, hogy lovat veszünk. Toro, ezt mondja a spanyol matador. De a japánok ugyanígy hívják a legjobb minőségű tonhal sushit, Toro. Nyers hal. Ki találta ezt ki? A tagnak biztos nem volt grillje. Jártam Tokióban. Tinik levetett bugyogóit lehetett megvenni az automatákból, Ginzában vagy hol. Öltönyös ürgék szennyes női bugyikat vesznek. Normális ez? Szerintem nem. Igen? Bizonyos Nakavara úr keresi az Ajinomoto vállalattól. Azt állítja, hogy ismeri és beszélni akar önnel. Igen, kapcsolja. A japánok azok. Nakavara, aki az Ajinomotónál dolgozik. Itt járt pár héttel ezelőtt, találkoztatok is. Szoktam vele beszélni telefonon, néha innen, de előfordult, hogy otthonról az időeltolódás miatt. Mik? A fickó mindent tud. Mindent. Azt mondja nekem, micsoda rémálom volt nektek a május, június, július. Mielőtt megkérdezhettem volna, mire gondol, így folytatta. Tudod, mire gondolok, amikor az EDM 7 millió dolcsit bukott a Lizin üzleten? Nem hittem a fülemnek, Mik. Aztán elárulta, hogy az egyik magas beosztású alkalmazottunk az Ajinomotónak dolgozik. Ők szabotálják a termésünket. Valami vírust injekcióznak a dextrózba, hogy megfertőzzék az egész ültetvényt. Ez itt a baj. Ez pont olyan, Mik, mint a gyilkos napban, mint a Crichton regényben, pont olyan. Mire én, miért árultad ezt el? Tudod, mit válaszolt? Ja, sejtem, mit mondott. Mennyit akar? 10 millió dollárt. 10 millió dollárt, de cserébe megkapjuk az itteni szabotőr nevét, hogy ki az áruló. És az új lizint, ami immunis a vírussal szemben. Az ültetvény 3 nap alatt rendbe jön. Milyen jól ismered a japcsit? Hát találkoztunk, amikor itt járt, és vagy 50-szor beszéltem vele telefonon. Szóval nem túl jól. Hogy jól? Nem, azt nem mondanám. Ha újra jelentkezik, próbálj alkudni az árból. Derítsd ki, hogy mi a legkisebb összeg, amiért hajlandó segíteni, mert ha kapunk valamit, ami ellenáll a vírusnak, talán még meg is éri. De szeretném, ha titokban tartanád. Ha van egy tégla, nem akarom, hogy rájöjjön, hogy nyomozunk. Természetesen. Remek hely ez nagyban üzletek számára. Rengetegen jönnének ide Illinoisból, talán még Missouriból is. Ismert márkákat és készülékeket lehetne nagy kedvezménnyel árulni. Még egy mexikói étterem is lehetne itt. A madarak megeszik a bogarakat, az autók elcsapják a madarakat, a rozsda az autót falja fel, azt meg újra hasznosítják. Alexander azt mondja, hogy egy denevér van nála. Az FBI? Igen. Jézusom! Azt hittem, alkudnom kell az árból. Elvileg erre kértél meg, és én meg is tettem. Nem fogjuk ölbetett kézzel nézni, hogy a japánok átkúrnak minket. Akkor sem értem. Azt mondta, titokban tartjuk, de ő is tudja? Persze. Ha van egy tégla, a biztonságiaknak tudniuk kell. Én is beülök az FBI-jal. Mindent elmondtam, amit tudok. Mi értelme van ennek? Figyeljen, higgadjon le, jó? Mi sem örülünk annak, hogy be kell vonni az FBI-t. Csak felveszik a fickó hívásait, és feltesznek pár kérdést. Kérdést? Jézus! Mark! Az FBI, de miért neked kell beszélned az FBI-jal? Övék a gyár! Beszéljenek ők az FBI-jal! Kicsim, ez egyre rázósabb. Van néhány sötét dolog a háttérben. Mégis milyen dologra célzol? Csak arra, hogy óvatosnak kell lennünk.
Bármit is teszel, Korki. Nem számít, mi lesz. A lényeg, hogy légy velük teljesen őszinte, és mondj igazat, jó? Elektronikus úton kéri átutalva a pénzt. Különböző bankszámlákra. Svájcba és a Karib-térségbe. És mikor beszélt vele utoljára? 2 napja. De szerintem kezd gyanakodni. Túl régóta húzom az időt, és ha mielőbb nem cselekszünk, lehet, hogy meggondolja magát. És a hívások az otthoni telefonra érkeztek? Nos, van egy üzleti vonalam otthon a házamban, a cég nevén. Erre jöttek a hívások. Nos, kezdhetnénk azzal, hogy teszünk egy lehallgatót a telefonjába. Kiárusítás van a Becrex-ben. Van egy csomó Oscar de la Renta nyakkendőjük, ami senkinek sem kell. 2 adnak egy áráért. Színes, csinos nyakkendőket akasztanak a nyakadba. Bezzeg a brioni darabok nincsenek leértékelve. Párizsban kéne nyakkendőt vennem. Egyszer-kétszer felvenném és betenném a duty free szatyorba. Senkit sem kapcsolnak le pár nyakkendő miatt. Ebben segíthetek. És akkor végeztünk? Mehetek? Figyeljen, tudja mit? Holnap felkeresném, hogy elintézzük a telefont. Jó. Nem gond. Nos. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. Mindent elmondtál, Mark. Mást már nem tehetsz. Nem is tudnék más tenni. Egyfolytában figyelnek. Chevron is végig ott volt. Mick Andreas keresztapja az államok alelnöke volt annak idején. Richard Nixonhoz jártak hálaadásra. Ez nem épp olyan, mintha a szülei 3 éves korában elhunytak volna, és egy árvaházban kellett volna felnőnie. Mick apja adott egy csekket Nixonnak a kampányához, ami a Watergate betörőinek számláján tűnt fel. Beismerte? Alig, ha hiszem. Szerintem az ADM már az FBI-t is megvette. Biztos azt akarták, hogy költözzem Duen házába, mert az be van drótozva, mint egy Krichtor regényben. Marty Ellison hívta, és Sid House azt kérdi, hogy áttehetnék-e a vacsorát 7-re, 7:30 helyett. Szép fülbevaló, Ginger. Még a holdról is látszik, ahogy ragyog. Már kapta. Külföldről. Nem emlékszem honnan. Nigériából? Nem vicces, Sid. Nekem mondod. Szóval holnap elmész? Hová is? Japánba. Muszáj oda mennem, hogy szétrúgjam pár japcsiseggét. Az FBI 10-re jön. Szóval nem leszel pár hétig. Még tovább sem, ha jól érzem magam a Gízában. Kellemes utat, Sid. Mondj el nekik mindent. Elmegyünk. Rossz nézni, hogy mit tesz veled a cég. Ez jó alkalom az újrakezdéshez. Emlékszel, mit mondtál Mexikóról? Talán majd elmondom nekik, de most lojálisnak kell lennem a céghez. Mark, ha nem mondod el, én fogom. Nem lehet. Most nem. Üdv, tessék. Shepard ügynek a feleségem Ginger. Asszonyom, én tudom, hogy késő van. 1 perc és végzek. Remek, hoznál egy kávét Shepard ügynöknek? Persze. Mutassa meg, hogy hol a kérdéses vonal. Ott van arra. Lehetne egy tévésorozat egy fickóról, aki hazatelefonál, és ő maga válaszol, magával beszélget. Aki mégsem ő.
A pasi kettőbe válhatna, az egyik fele lelépne, és arról szólna, hogy az egyik fél keresi a másikat. Akkor holnap hívom, hogy kipróbáljuk. Jó, jó, rendben. Köszönöm, hogy benézett. Jó ét. Jó ét. Jó ét, Mrs. Whittaker. Jó ét. Elmondod, vagy én mondjam el? Brian! Van egy perce? Beszélhetnénk a kocsiban. Persze. Esetleg visszamehetnénk a házba. Szerintem bepoloskázták. Itt biztonságosabb. Lehallgatják. Tessék? Kik? Mi? Figyeljen, van pár dolog, amit ha elmondok, lehet, hogy letartóztat. Hát nézze, nem ígérhetek mentességet, de ha részletesen elmondja, hogy milyen bűncselekményekben vett részt, biztosíthatom, hogy az elbírálás kedvezőbb lesz önre nézve. Jól van, minden, amit tegnap Nakavaráról mondtam, igaz volt, teljesen. Kivéve egy valamit. Sosem hív a céges vonalon. De miért mondta az ellenkezőjét? Mielőtt tegnap beszéltünk, kiokosítottak, hogy mondjam azt önnek, hogy a céges vonalon hívogat, nem az otthoni számomon. Miért? Amit most elmondok, az egy nagyon-nagyon komoly ügy. Ez a Nakavara dolog semmi ahhoz képest, higgy el, semmi a világon. Manipuláljuk a piaci árakat a Lizin üzletákban. És egy pillanat. Jegyzetelek. Jól van, folytassa. Szóval manipuláljuk az árakat. Manipulálják. Több megbeszélésen is jelen voltam a japán és koreai konkurenseinkkel az elmúlt hónapokban, ahol az árak manipulálása volt a téma. Az EDM küldött el ezekre a tárgyalásokra. Ezért akarták, hogy hazudjak. Nakavara hívásai az otthoni számomra érkeznek, de az ármanipulációval kapcsolatban is otthon hívogatnak. Nem akarják, hogy az FBI tudjon erről, ezért kérték, hazudjam azt, hogy Nakavara a céges számomon keres. De közben rájöttem, ha elkezdenek kutakodni, úgyis rájönnek, mennyi hívásom érkezett Japánból. Igaz? És behihettem. Én kapom a legtöbb hívást. Ha rájönnek az ármanipulációra, én leszek a bűnbak. Ki kérte, hogy vegyen részt az ármanipulációban? Minden utasítást Mick és Dwayne Andreas-tól kapok. Egész rendes tagnak tűnik. Remélem nem bánta, hogy Briannek szólítottam Shepard ügynök helyett. Talán szólíthatnám Briannek. Biztos nagyon szokatlan neki, hogy egy magamfajtával beszél, nem egy bankrablóval vagy dílerrel. Elmehetnénk akár horgászni is. Egész jó hallgatóság. Nem terem minden bokorban ilyen. Jó reggelt! Jó reggelt! Mi volt tegnap este? Ezt hogy érti, semmi? Tettek egy lehallgatót a telefonomba. Ennyi? Ennyi. Azt mondták, ha Nakavara hív, akkor kapcsoljon be és rögzítsem a beszélgetést. Igen? Kapcsolja. Ne felejtsd el megtenni, tudja. Simán ellenőrizhetik. Persze. Szia, drágám. Tessék? Hogy? Várj kicsim, várj. Hogy? De... Tessék! A szalonna, a mogyoróvaj, a szendvicsek vagy a vitaminok ára. Springfield, Illinois. Amihez az ADM-nek köze van, manipulálva van. Ezt mesélte. Ezek szerint mindenki, mire a reggelije végére ér,
áldozata lesz a kartellek összeesküvésének. Azt hiszik, az autógyárak nem tudnának összerakni egy kocsit, ami csak egy gallont fogyaszt mérföldenként. Vagy hogy a tévétársaságok nem tudják már a szezon elején, ki fogja nyerni a bajnokságot. Egyből paranoiásnak titulálják azt, aki megpróbál átlátni a mesterkedéseiken. Ezt a minap olvastam egy üzleti újságban. Egy komoly gondot látok az ADM-mel kapcsolatban, hogy ez a Chevron azt akarja, hogy mindenbe avassuk be és informáljuk. Találkozni akarok Whittakerrel. Azt mondta, hogy csak egy vonalat hallgatnak le. Egyet! De hát csak egy vonalat hallgatnak le. Ez nem igaz. Ez rohadtul nem igaz. Most beszéltem a nejemmel, akit felhívott egy Regina nevű nő a telefontársaságtól, és közölte, hogy mindkét vonalat lehallgatják, az otthonit is. Hogy? Hogyan már, Mark? A telefontársaság senkit sem hív fel azzal, hogy hé, szeretném értesíteni, hogy az FBI lehallgatja a telefonját. Akkor miért mondta ezt Regina? Nem ő mondta. Maga mondta. Hívja fel a nejem. Vagy hívja fel Reginát. Jól van, Mark. Rendben. Felhívom. Jó. Nem szeretem a gyapjú érintését, a merinói gyapjúét sem, amit a chicagói Marshall Fieldben árulnak. Ginger szereti, mert alakkövető, de ő az avokádót is szereti, és kivenne olyat a szájába. Miért hívnak valakit Reginának? A Saskatchewan fővárosa. FBI helyi kirendeltség, Decatur, Illinois. FBI, Shepard? Üdv, Brian, Mark Chevron vagyok az ADM-től. Üdv, Mark. Talán emlékszik még rá, hogy pár napja beszéltünk arról, melyik vonalat fogják lehallgatni Mark Whittaker házában, és abban egyeztünk meg, hogy csak a cégeset. A másikhoz nem nyúltak, ugye? Erre nem válaszolhatok. Rendben. Köszönöm. Közösen úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban inkább nem működünk együtt az FBI-jal. Tudtam! Tudtam! Én szóltam, de nem hallgattatok rám! Még hogy csak a cégest hallgatják le! Nyilvánvaló, hogy hazudtak nekünk. Az a nyilvánvaló, hogy nem tudjátok kézben tartani az FBI-t! Igen. A hívás, amit várt, Mark. Jó, kapcsolja. Egy svéd üzlet, amin dolgozom. Mark Whittaker. Üdv, Mark, itt Brian Shepard. Megmondtam Shepardnek, hogy nem működünk együtt a továbbiakban. Üdv, örülök, hogy jelentkezett. Figyeljen, szeretném, ha találkozna a felettesemmel. Ráér a hétvégén? Ez pompás. Tudja, Mr. Andreas is az irodámban van éppen. Értem. Szóval majd később beszélünk. Rendben. Jó. Mit csinálják, ha Shepard felhív? Szólsz róla nekem. És én szólok apámnak. De te nem beszélsz velük többet. Még jó, hogy nem. Jól van, srácok, elmondom a szabályokat. Nincs futkosás, lögdösődés sem, durvulás a medencénél. Ha a levelekkel végeztetek, irány a garázs. Fogjuk a medencetakarót, és szólok apunak, ha hazajött a munkából, hogy nézze meg, rendes munkát végeztünk-e. Már elmondtad. Hogy mondod? A könyököm önjön ki. Gondoltam, nem árt átismételni. Apa szigorú ember. És mi a helyzet a lehallgatott telefonjaimmal? Csak a felvevőt helyeztük el, Mark. Elhelyeztünk egy lehallgató készüléket az otthoni telefonján, de nem tudunk rácsatlakozni. Ráadásul a telefontársaság értesítette róla a feleségét, ami roppant kínos mindenkinek. Hiba volt. Elhozta a kimutatásokat, amikről beszéltünk? Igen, igen. Szóval ez Mexikóváros, Párizs, Hongkong és Tokió. Múlt héten a Kukoricahántolók Szövetsége ülésezett Floridában, oda Mick és Terry ment el. Nos, napközben részt vettek a megbeszéléseken, este pedig leültek tanácskozni a konkurenciával az árak manipulálásáról. Majd meglátják, hogy kb. Fél év múlva a popcorn és az üdítő ára 5 centtel drágább lesz. Mikor lesz a találkozó? Januárban, valahol Ázsiában. Mark, meg kell kérdeznem, miért csinálja? Tudjuk, hogy hazudott a telefonról és hogy félelmei vannak. Most pedig egyszer csak minden átmenet nélkül kitálal. Tudnom kell miért. Olyasmit csinálok, amivel nem értek egyet. Biokémikus vagyok.
csak egy szakember. Bevontak a vállalat vezetésébe. És rájöttem, hogy egy csomó illegális dolgot csinálnak. Ha előre akarok lépni, akkor meg kell tanulnom az üzleti részt is. De azon kaptam magam, hogy folyton hazudozom. Maguknak is hazudoznom kellett. És nagyon rosszul éreztem magam. Úgy gondolja, hogy ön a jó fiú, és ők a rossz fiú? Igen, abszolút mértékben igen. Tudják, kisrác koromban a szüleim autóbalesetben meghaltak, és 6 éves lehettem, amikor egy gazdag ohiói család adoptált. A nevelőapám vidámparkokat üzemeltetett. Nagy váltás volt ez nekem. Hatalmas. Jó iskolába járhattam. Én is adoptáltam 2 gyereket, és igyekszem helyesen élni az életemet. Nos, Mark, mit gondol, hajlandó lenne többet kockáztatni, hogy segítsen? Ezt most hogy érti? Megengedné, hogy bedrótozzuk? Egyelőre nincs más lehetőségünk, és segítenie kell. Mindvégig magával leszünk, de nem lesz egyszerű. A csipogót használom, ha beszélni akarok magával. Ha ezt hallja... Ja? Akkor hívjon. Megfigyeltük a munkahelyén, és nincs okunk azt hinni, hogy az EDM lehallgatja az otthonát. Nagy rajta a nyomás. Nincs könnyű helyzetben. Elhatározza, hogy kitállal nekünk, és azon kapja magát, hogy 2 életet él. Szerencséje, hogy még időben úgy döntött, segít nekünk. Van egy bizonyos pillangó Közép-Amerikában. Kék, narancs és citromsárga színű, és mérgezett a szárnya. Képes megbénítani egy madár szívét. A madarak megneszelték a dolgot, úgyhogy nem eszik meg. De vannak más pillangók is. Kék, narancs és citromsárga színűek, amik nem mérgezettek. A legnagyobb biztonságban repkedhetnek, mert félelmet keltenek. Bár nem is tudnak róla. Üdv, Mark! Üdv, Brian! Kész felhívni őt? Innen telefonáljak. Igen. Nem vehetünk ki szobát, mert azzal gond lenne. Jesszus. Nem is tudom, ez annyira... Hát tudja, kínos. Sajnálom, többet most nem tehetek. Rendben. Csak... Tartsa a mikrofont a hallgató elé, én pedig rögzítem. 009 454 588 22. Köszönöm. Ne, a fülhallgató. Yamamoto urat keresem. A hallgatóhoz. De hisz ott van. A fülhallgatóhoz. Ahol a füle van. Jaj. Kicsöng. Üdv, Yamamoto úr. Itt Mark Whittaker. Uram, hogy van? Nem, ezen a héten sokat utazom, rengeteget utazom. És hogy megy az üzlet? Tudja, mi hamarabb, és most a nagy ügyfeleinkre gondolok, ki kell találnunk egy kedvező árat, igaz? Más országokban az árat 2,50-en tartjuk, míg az államokban 1,50-en. Ilyen egyszerű. Ez az ármanipuláció. Ez nagyszerű, Mark, azaz ez igazol mindent, amit mondok. Igen. Köszönöm szépen. Nincs mit. Szerettem a fedett medencéket, amiket egész évben lehet használni. Ahogy télen gomolyog felettük a gőz. Olyan titokzatos a gőz. Hey, Marty. Amikor az EDM-nél kezdtél dolgozni, mennyi pénzt kértél? 50 000-et akartam. De én azt mondtam Terűnek, hogy 75 alatt nem kapjuk meg a fickót. Kitapostam neked. Tudom. Te voltál az első, akit felvettem. Tudom. Mindig állati rendes voltál velem, Mark. Engem. Hálás vagyok. Elmondom, mit kérek cserébe. Szeretném, ha leírnál egy nevet. Rendben. Milyen nevet? Nordgron. Kemi. Mi ez, egy nigériai cég, vagy mi? Szeretem a kezemet. Azt hiszem, ez a kedvenc testrészem. Sokszor vettem hasznát az üzleti életben. Ha sikerült rábírni másokat, hogy a kezemre fókuszáljanak, akkor általában sikerem volt. Na persze, a szemkontaktus is fontos. Lehallgatom az üzeneteimet. Ő. Terry, jó újra látni. Nagyon örvendek. Hogy vagy? Jól is, te? Minden rendben? Igen, minden rendben. Még ma visszautaztok, vagy itt maradtok a meccsre? Nem, vissza kell menni. Egy új üzenete jött. Szívesen maradnánk, de sokat dolgozunk.
Bocs, de a telefonom kipurcant, pedig üzletügyben hívnak. Van itt valahol egy nyilvános telefon, a vagy ilyesmi? A lobby túloldalán. Köszönöm. Csias, Mark. Fontos biokémiai dolgokról beszélgetünk. Tudom, de... Szegedé, hogy vagy? Hogy van, Hali? Jól van. Remek. Szóval... Na FBI. Szóval... Brian, Mark vagyok. Mondtam, hogy ezen a héten üzleti ügyben elutazom. A központ is érdeklődik az ügy iránt, Mark. Még egy ügynököt ráállítottak. Nézze, nem tudok most beszélni, mennem kell, megbeszélésem van, már várnak rám. Viszlát. Itt vagyok, Év. Kösz. A sikerkulcsa két dolgot csinálni egyszerre. Észrevétlenül hasizom gyakorlatokat végzek, akár egy tárgyalás alatt is. Edzek. Megfeszítem, majd elernyeztem. Hajmosás közben, amikor felteszem a balzsamot, fogsejmezem a tus alatt, amikor mások csak bambulnak. Az ilyen apró trükkökkel sok időt lehet megtakarítani. Szia, Kök! Éppen Európába készülök, és gondoltam, személyesen behozom neked az ABP üzlet csekkjét. Nem rémlik, ABP üzlet? Na, Treoni mikróbák. Fantasztikus eredményeket értünk el, piacra akarjuk dobni, itt a számla. Majd postán elküldjük. Ja, ne, találkozom ezzel a Torstenzonnal, személyesen átadom. Zürich. A mértékegységek nem általánosak, szigorú szabályok írják elő hány centi egy incs és fordítva. De én centiméternek ejtem a centimétert, és még soha nem javított ki senki. Hagyják, hogy hülyét csináljak magamból, úgyhogy nem bánom, hogy nem változtattunk a mértékegységeinken. Bár az ismerete jól jön. A liter szó az egyetlen, ami megragadt nálunk, mert jobban hangzik, hogy liter, mint a kvart. 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 Mexikóváros, 1992. decembere. Üzenet törölve. FBI, Shepard ügynök. Brian, Mark vagyok. Nézze, elég nehéz válaszolgatnom az üzeneteire, mivel éppen külföldön vagyok. Ide hallgasson, tudnunk kell, kapcsolatba lépette Nakavarával. Már mondtam, hogy mostanában nem hív engem. És, na és az ármanipulálás? Sikerült felvenni pár dolgot? Az önök feltűnése a cégnél a frászt hozhatta rájuk. Mostantól törvényesen működik a cég, Mick leállította a dolgot. Nincs több csalás. Hogy? De mikor történt ez? Mikor állította le? Minden megváltozott. A Lizinnel minden rendben. A vírus eltűnt. Mick behívott az irodájába, leültetett és azt mondta. Whittaker, mostantól azt tesszük, amit te mondasz. Mark. Nézzem, Mark, az FBI tud a bűncselekményekről, és mindenképp kinyomozzuk. Mindenképp? Mit jelent az, hogy mindenképp? Be kell jönnie hozzám. Most már teljesen más a helyzet. Higgy el, hogy... Minden megváltozott. Indul a gépem. Mennem kell. Minden rendben? Igen, persze. Gyerekek. Das Kinder. Die Kinder. Hol tartottunk? A bónuszokat számolgattuk. Akkor ideje megbeszélni a Ferrarikat. Fülféder halter tinte. A töltőtolla összetintázta az inkét. Igen. Az egyik japán ismerősöm mesélt egy sztorit. A leasing részlet dolgozója éppen tárgyalt valakivel a Conagrától, vagy valamelyik másik cégtől, amikor az ügyfél közelebb hajolt hozzá, és azt mondta, egyforma a nyakkendőnk, csak a mintája a fordítottja. Aztán szörnyet halt, arccal az asztalra borulva. Az egyik pillanatban él, a másikban halott. Agyvérzés. Talán mindenki életében van egy időzített bombaként ketyegő mondat. Egyforma a nyakkendőnk, csak a mintája a fordítottja. Kész. Az utolsó szó, amit kimondunk, lehetne mondjuk... Fruktózos kukorica szirup. Ebben is van. Azt mondta, az Andreas család marketing tárgyalást hívott össze, ami elhúzódhat. De ha nem bukkan fel, akkor kifizettetjük vele a szobát. Ez ő lesz. Shepard? Nem tudok a hotelbe menni, még dolgozom. Mark, ez a harmadik alkalom. Most mennem kell, sok a dolgom. Mark, nem mondhatja le ezt is, mert... Nem élhetek kettős életet. Beígértek egy 100 000 dolláros fizetésemelést, érti? Nem akarom elveszíteni a munkámat maguk miatt. Családom van. Most építek istállót a kertbe. Igen, de azt mondta... Nincs több ármanipuláció. Vége! Hé, Mick, hogy vagy? Már is leteszem. Mark, ide hallgasson. Az egyetlen helyes döntés, ha együttműködik. Mi lesz, ha nem?
Akkor megteszi más, maga pedig a vádlottak padján végzi. A szalagok nem érnek semmit, hiszen már vége. Mik mondta, és a cég jó útra tért. Jó, ha tényleg így van. Szeretném hallani a szalagokat, szükségünk van rájuk. Na jó, nem vettem fel semmit, mert... Mark. Nem vettem fel semmit, mert úgysem lett volna rajta semmi, hiszen már vége. Hasztalan volna minden felvétel. Mark, kérem. Nézel, mondja meg, hogyan tudnám bebizonyítani, és bebizonyítom. Mik Andreas és az apja sohasem hazudnának értem. Azt mondják, közösen visszük el a balhét, de ez egy vicc. Csapatépítő tréning valahol a Wisconsini tóvidéken. Nem védhetem meg őket, ha törvényt szegnek. Hé, megpróbáltam. Mindenki beláthatja, nincs választásom. Mindent megtettem a cégért. Mégsem ők ülnek most itt. Na, hogy ment? Mark, van egy kis baj. Egy pillanat, Ácsi, figyeltem ezt az izét, és a tű meg sem moccant. Mark... Nem tudja, hogy működik a poligráf. Először is. Nem biztos az eredmény, amit kihoz. Olvastam. Egy szava sem volt igaz. Hogyan már? A zsarolók nem tűnnek el, miután meghagyták a nevüket és a számukat. Tudom, hogy nehéz magában tartani mindent. Titkolózni. De csak egy helyes út van. Több nem is volt soha. Van valami, amit titkol előlünk, de egyedül úgy védheti meg magát, ha mindent elmond nekünk. Rendben. Jól van. Ugye tudja, hogy... Amit mond, felhasználható ön ellen. Le kell írnom, amit mond, magának meg majd alá kell írnia. Rá fogunk jönni, mi folyik itt, Mark. Nem mehet el innen addig, amíg minden szépen el nem mond. De, mielőtt bármit is mondana, gondoljon Gingerre, a családjára és a karrierjére. Mi történt Nakavarával? Van tégla? Nos igen, azt hiszem volt, az kellett lennie korábban a cégnél. Csak kitaláltam. Jézusom már! Muszáj volt! Nézzék, gondolt az ültetvényen egy vírus miatt, és nem hoztuk a számokat. Wayne be akarta zárni a részleget, tőlem várták a megoldást. Mindenki engem hibáztatott, ez már csak így működik. A munkámról beszélgetünk. Annak idején Európából költöztem ide családostul, megtettek alelnöknek. És az ármaximálás? Az igaz, ugye? Nem akarják abba hagyni, ugye? Nem, változatlanul folyik az utóbbi hetekben is. És nem csak a lizinről van szó, ott a citromsav, a glukonát. Volt egy fickó, aki kilépett a cégtől, mert nem akart részt venni benne. A glukonátos fickó már nincs a cégnél. Múlt hónapban találkoztam az Ajinomoto embereivel, Chicagóban. Az egész arról szólt, hogy megszabjuk a termelés mennyiségét. Ugyanis ha tudjuk, mennyi áru kerül a piacra, akkor előre ki lehet gondolni az árakat. Jövő hónapban újra találkozunk. Ha van még mondani valója, most mondja. Mi más volna? Fél 80, március 17-e, 1993. Leparkoltam a kocsival, most megközelítem a cég bejáratát. Bejutottam. Terence Wilson, a kukorica üzletág főnöke. Nem hívott tegnap este a japán barátunk? Nem hívott. Hát beszéltem Mimotóval, aki nagyon zavos. Azt mondta, addig nem lesz nyugalom a lizin piacon, amíg nem hozzuk a megbeszélt szintet a termelésben. Pedig 92-ben pontosan azt a szintet hoztuk, amit korábban megbeszéltünk. Pontosan. Úgyhogy nincs több alku.
Azt mondta, beszélni akar veled. Igen, rendben, majd azt fogom mondani, te hallgass meg minket, csúnyi kis rohadék. Ő volt Terry Wilson, ahogy a termelés szabályozásról és az ármaximálásról beszélt, és japán konkurenseinkről az Ajinomoto vállalatnál. Amúgy nem beszéltem tegnap Mimotóval, csak ki akartam ugrasztani a nyulat a bokorból. Ismétlem, nem beszéltem Mimotóval. Jó reggelt, Mark. Jó reggelt, Liz Taylor titkárnőm. Tokió. Kurajmasa. Kérem. Üdvő. Fáradjon. Hello, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Mielőtt leülünk a dél-amerikaiakkal, egyezzünk meg, hogy megosztjuk egymással a számokat. Másképp nem működik. Együtt kell működnünk. Nem lehetetlen. Persze nagyon óvatosan kell csinálni. Ellenőrizni kell a telefonokat. Elnézést, muszáj kimennem a mosdóba. Elnézést. Első kazi, B oldal. Első kazi, B oldal. Több mint 2 millió hűségpontom van. Platina fokozatú ügyfél vagyok. Minden évben kapok egy köszönő levelet a légitársaságtól. Forma nyomtatvány, de mégis egyedinek tűnik. Valószínűleg egyszerre több százat alá firkant az igazgató. Párizs, 1993. októbere. Remekül ment, és szerintem még anyagilag is jól járunk vele. Na most mi lesz? Simán belélegezhettem a repülőn valami baktériumot, ami a kezén van, a csészén, a telefonon. Valószínűleg a gyerekeitől kapta el, én meg ágyban tölthetem a hétvégét. Lehet, hogy pár napig nem tudok dolgozni, és Alexander elkapja. Ki fogja ezt megtéríteni? Milyen ellenszolgáltatást nyújt az FBI a beépített emberének? Mit ír a szabályzat ilyen esetekre? 7-es szalag, B oldal, Chicago O'Hare. Még egyszer, Terry Wilson az EDM-et képviseli. Az Euroleasing képviselője Alain Croix és Philippe Rollier. Ez egy francia cég. A kocka végleg el van vetve, nincs mese. Nincs mit változtatni, nincs mit vitatni. Teszem tovább a dolgomat. A világ egyik felében beválik, a másikban nem. Nem tart örökké. Terry, Alain, Philippe, bonjour. Bonjour. Mindenképp részt akarunk venni. De a koreaiak és a japánok... Szállnak. Akkor nem fog menni. Pedig más területeken működik. Mondd csak el. Terry nem kedved igazán. Ragyavert a bőre. Vajon mitől ragyás? Biztos valami egészségügyi oka van. Nagy vérzést fog kapni, és azt mondják majd, ragyás volt, megesik. Ne feledjék, ha az európai áhak felmennek, azért van, mert Mexikóval már beszéltünk. Igen, ez így van. Maguk hozták össze. Szívesen tettük. Mark, pontosan ilyen szalagok kellenek nekünk. Andreastól kapjuk az utasításokat. Látják? A vezetőségtől. Javítanunk kell a felvételek minőségén. Szia, Rusty! Szia! Mutatok valamit. Hogy tetszik? Szép aktatáska. Várj csak. Több annál. Ez egy nagra esen. A szövetségiek nekem készítették. Mark Whittaker, titkos ügynök 0014. Miért 0014? Kétszer olyan okos vagyok, mint a 007-es. Ó. Oh. Köszönöm szépen. Mi történt azzal a lányjal, aki nekünk dolgozott? Kaliforniába költözött, hogy is hívják? Tina? Ó, oh, Tina, igen. Tina, igen. Tessék? Ó, oh, az én Tinám férjhez megy. Tina férjhez megy, 2 vagy 3 hét múlva. Ne! Úgy sem tart sokáig, kisé szeleburdi spiné. Visszajön. Oh, remélem nem lesz terhes és nem cseszi el az alakját. Ó, oh, gyönyörű teste van. Tönkretenni a cicijeit. Tutira, láttam már. Amikor a jegesmedve vadászik, lekuporodik a jégre és várja, hogy feltűnjön egy fóka. Eltakarja az orrát a mancsával, hogy beleolvadjon a tájba, mivel az orra fekete. Nem tudunk pihenni.
Ha nem volna az orra, láthatatlan lenne. A kérdés csak az, honnan tudják, hogy fekete az orruk? Onnan, hogy látják a többi jeges medvét. Vagy a tükörképüket a vizen is azt gondolják, láthatatlan volnék, ha az orrom nem volna. Alig ha hiszem, hogy egy medve ennyit agyal. Irvine, Kalifornia. Ne felejtsétek el megnézni, hogy be vannak-e drótozva. Hogy? Ez az új eljárásmód, ha találkozunk a japcsikkal. Viccertek, ugye? Nem kaptam értesítést. Még nem kaptam semmiféle értesítést. Nyugi már, csak viccel. Nem mernek újat húzni velünk. Amikor a dolog kiderül, az igazgatótanács meg fog érteni. Látni fogják, milyen helyzetben voltam, és hogy az ő érdekükben tettem mindent. Nem juthatnak más következtetésre. Én vagyok a legfiatalabb részlegvezető, ráadásul folyékonyan beszélek több nyelven. Kérnek egy kávét, vagy gyümölcslevet? Ne. Ne. Mark, ne. Ne! Elmondtam, hogy a kamera a lámpában van. Már így is egy évet öltünk abba, hogy kedvezőbb helyzetbe kerüljünk a lizin piacon. Nos, Párizsban már szóba került a téma, de a számokban közös megegyezésre kéne jutnunk. Tudnál egy kicsit nagyítani a képen? Látszódjon, hogy együttműködnek. A kérdés csak az, a nő a kereslet. Ki kaszál? Ha a Kiowa Hakko, a Mivon és a Cseil vállalat fejenként 2000 tonnát kap, felosztatjuk egymás közt a maradékot, ha stabilizálni tudjuk a piacot. Szükségünk lenne konkrét számokra. Nos, milyen számokat akarnak hallani? Ez a valódi kérdés, nem? Az ADM már így is felvásárolta a készleteket. Igen, többet vettünk, mint amire szükségünk van. 20 000 tonnát tudnánk előállítani. Jól mondom már? Bemegyek, le kell fújnunk. Ne, várj még! Kérlek, figyelj! Sikerült megcsinálnia. Így az ADM fogja elosztani, hogy ki milyen arányban kapja, hogy részesüljön. Párizsban is találkoztak. Nem értem. Találkoztak Párizsban. Igazságügyi minisztérium, chicagói részleg. Széles körű a tanács. Részvényesek. És mindkét félnek nehézségei vannak. De hol a megállapodás? Hiszen ez csak egy beszélgetés. Ha ez nem egy megállapodás, akkor mégis micsoda? Magát túlságosan lefoglalják. A szavak, a tettek beszélnek. Mármint nézze csak, mi történik. Látja? Látja, mit csinálnak? Igen, látok egy nagy táblát egy csomó ábrával, de egyetlen szám sincs rajta. Ez önmagában nem tekinthető egyességnek. Mégis mi egyebet vár? A pasi éppen felosztja a nemzetközi piacot, tök egyértelmű. Ez itt csak egy ajánlat. A többi cég nem volt jelen, és nem hangzott el, hogy megegyeznek. Én csak azt mondom, amit az ügyészség szemszögéből mondhatok, hogy ez kevés. Lesz még egy tárgyalás. Hogy megbeszéljük a leasing kérdést, meg kell egyeznünk a mennyiségben és a piaci árakban. Megint Európában? Európa kiszállt. A cementiparban nyomozni kezdtek az ármanipulálás miatt. Mindenki berezelt, úgyhogy nem vesznek részt az újabb megbeszélésen. De Japánban nem tudunk filmezni. Bajban leszünk. Tudom, Hawaii. Hawaii? Hawaii.1994. márciusa. Felébe, Mark. Mekkora ez a szoba? Mindenki jöjjön be. Felébe. Szólj le és kérj egy nagyobb szobát. Hogy? Ja, igen. Egy csomó konferencia van, ez volt az egyetlen szoba. Leszólnál nekik, kérlek. Rendben, jó. Addig csak üljenek le, már is telefonálok. Tudnának adni egy lakosztát, vagy valami tágasabbat nekünk? A Makuaha terem, az a legnagyobb helység? Igen, jó nagy lehet. Ja, hogy foglalt, értem. Egész nap? Jó van, szóval nincs más, csak ez. Itt ragadtunk, ez jutott. Jó van, akkor itt maradunk. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy itt kell maradnunk, úgyhogy helyezzük magunkat kényelembe, jó? Jó van. Ó, ne.
Először is köszönteni szeretnék mindenkit. Mark! Bocsásson meg, de szerintem kényelmesebb volna önnek, ha a székét áttennénk. Ügyes húzás, Mark. Jó. Van egy mondás az EDM-nél, ami nagyon is ideillik. Jobb, ha az elefánt a sátrunkból csinál kifelé, mint ha kintről csinálna a sátrunkba. Leviszem? Jobb, ha a csoport részesei vagyunk. Arra céloz, hogy a vásárló az ellenségünk, a konkurencia pedig a barátunk. Oh. Ezért olyan fontos, hogy minden lizingyártó részt vegyen ebben. A Csejl vállalat is. Jó volna tudni, miért hagyta ki minket a korábbi egyességekből, holott részesei kell, hogy legyünk. Igen. Honnan tudhatjuk biztosan, hogy az EDM ezután majd betartja az ígéretét? Nos, azt hiszem, az a legfontosabb, hogy megbízunk egymásban. Ha kiderül, hogy valaki hazudik, felbérelünk valakit, aki kicsinálja az illetőt. Ez persze csak vicc volt, de nagyon fontos, hogy megbízunk egymásban. Másképpen nem megy. Rendben? Szóval rendben? Igen. Részünkről igen. Szóval, miről beszélünk? Mi van? Baj van a füleddel, Mark? Ezek szerint akkor... Megegyeztünk. Igen! Igen, ez az! Megegyeztek. Hallotta? Gratulálok. Az esküdszék imádni fogja. Szép munka, sikerült. Jesszus! Gratulálok. Mi a helyzet a fickóval? Miért csinálja? Hogy érti? Mi a haszna belőle? 350 ezeret keres évente, jól halad a szamárlétrán, mégis besugó lesz. Miért csinálja? Talán drogozik az ürge. Van egy nője valahol, meg egy kölyke az egyik üzleti útjáról. Miért csinálja? Szeretném, ha ezt megnézni. Ezen a képen Mark Whittaker van a családjával. Állandóan magunknál tartjuk. Nehogy elfeledjük, hogy ő egy igazi férfi, egy nagyon is valóságos családdal. Csak is azért vannak felvételeink, mert ez a férfi elkészítette. Mondják csak, mikor eljön az idő, és elveszíti az állását, a kormány ugye segíteni fog rajta. Mark, elment az eszed? Ginger, csak én maradok állva. Miket elviszik? Terit is elviszik. Dwayne-t is elviszik. Tudós vagyok, valamint értek az üzlethez. Egyedül én vagyok elég képzett az EDM vezetéséhez. Mark, ez teljesen logikátlan. Hogy maradhatnál a cégnél, amikor te dobod fel őket? Mert szükségük lesz egy vezetőre. Először is. Nagyon értékes vagyok a cégnek. Másodszor helyesen cselekedtem. Érted? A tanács látni fogja, értékelni fogja, amit teszek. Az FBI volt, igaz? Ők dumálták tele a fejed. Brian Shepard azért hülyít ezzel, hogy továbbra is nekik dolgoz. Hidd csak el, én leszek az EDM következő elnöke. 1995. június 27-e. Bocsánat. Na és hogy van a családja? Oh, jól. Igen, Vidán Parkban lesznek, amikor az akció lesz. Jól van, bármi is történjék. Az lenne a legjobb, ha szerezne egy ügyvédet, aki képviselni fogja önt a bíróságon. Már is szerezzek magamnak egy ügyvédet? Ne, még ne. Az első dolog az lesz, hogy a cég megjelenik minden részlegvezetőnél egy listával, hogy válasszanak maguknak egy ügyvédet. Meg kell értenie, hogy ezeket az ügyvédeket az EDM fizeti. Nem magát képviselik. Semmiképp se válasszon céges ügyvédet. Mondja azt nekik, hogy van sajátja. Valamint, hogy együttműködik a kormánnyal. Teljesen indokolt, hogy együttműködik. Ez bevett eljárás. Jó, tudok is egy ügyvédet, de két őrben. Ne. Az egy kisváros. Biztosan ismer olyan ügyvédeket, akik tudnának segíteni. Természetesen. Helyes. Figyeljen, Mark. Mark, ha elkezdődik, felpörögnek az események. Tudni fogják, hogy van egy belső emberünk, aki informált minket, és biztos, hogy mindent megtesznek, hogy kiderítsék, ki az. De ettől még nem esik bántódásom a cégnél, ugye? Mármint maguk lekapcsolják a rossz fiúkat, de engem békén hagynak, igaz? Azt gondolom, fontos észben tartani, amiről még korábban beszélgettünk, és amiről most beszélgetünk. Közli velük, hogy együttműködik a kormánnyal. Igen, értem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy nekem nem esik-e bántódásom a cégnél. Azt hiszem, az biztos, hogy a munkahelyi légkör némiképp meg fog változni maga körül. Az biztos. Igen.
Igen. Most koncentráljunk inkább az akciókra. Jó. Ugyan már, ez csak kitalálta. Nem, dehogy. Archer az A betű a cég nevében. Megfulladt. 1947-ben egy csirkecsomag. Tény. Tény. Mark Whittakernek kis doktori fokozata van. Tudja, miből szerezte a doktoriát? Nem. Baromságok bebifrázásából. Hadd találjam ki. Danielszel a disznók végeztek, Midlanddel meg a marhák. Ja, egy csirke végzett Archerrel, de most, amikor üzletet kötünk a Tyson farmmal, a Poster farmmal, áruld el, mit számít ez? Mr. Wilson, Mr. Whittaker, Bob Herndon vagyok, FBI. Ő itt Shepard különleges ügy. Mi a fene folyik? Mi ez? Mr. Whittaker, megtenné, hogy velünk jön? Nem, fogalmam sincs, hogy miről van szó. Mr. Whittaker, kérem. Elnézést, Steve. Hívjak ügyvédet. Vagy ügyvédet, Terry? Elnézést. Megmentettem egy pasit egy hongkongi étteremben. Egy csontdarabtól fuldoklott, én pedig segítettem neki felköhögni. Azóta is üdvözlő lapokat küld, hogy megköszönje. Beszámol a gyerekei tanulmányairól, észben tart. Mindenki vehet első segélyórákat a helyi tűzoltó parancsnokságon. Remélem alapos oka volt arra, hogy megszégyenített az üzleti partnerünk előtt. Komoly dologról van szó. Nemzetközi nyomozás folyik az árspekulációk miatt. Láttuk, ahogy ön és a főnöke, Mick Andreas, megegyeznek a konkurenciával a piaci árakban. És másoknak is ezt javasolják. Vádat fogunk emelni. Házkutatást fogunk tartani. És néhányan, akiket jól ismer az ön kollégái, börtönbe fognak menni. Nézze csak! Nézze csak! Nézze Terit! És Babot! Ó, bárcsak légy lehetnék most azon a falon. Igen. Jól csináltam, mi? Elég igen, rémünk igen, de ne feledje, hogy... De tényleg megijedtem. Emlékezzen! Emlékezzen, hogy mit beszéltünk. Jó? Először is közölje, hogy együttműködik, és bármi történjék, ne fogadja jó, el céges ügyvéd segítségét. De mit mondtál? Semmit, nem mondtam semmit, lassíts! Én sem, semmit nem mondtam. Felvételeik vannak az árspekulációról. Honnan a francból szerezte? Biztos lehallgatták a telefont. Mindig is mondtam, hogy vigyázzunk a telefonokkal. Nem hiszem el, hogy meg akarják támadni itt Wayne Andreast. Időről időre hívásokat kapok. Tudom, Istenem. Ó, Istenem. Ügyvédhez fordulunk. Nem használjuk a telefonokat. Na ugye? A telefonok! Mindenkit lekapcsoltak. Apámat, Schmidtet, Rendelt. Picsába. Lejátszottak egy felvételt rólam, amikor a kurva japcsikkal tárgyaltunk. Hívtam az ügyvédeket, oda megyünk. Lejátszottak egy felvételt, és honnan vannak felvételei? Nyugi, nem hiszem, hogy sokat tudnak rólunk. Figyelembe véve, hogy mit tettünk már eddig is a kormányért. Nem lesz több, mint pár év pereskedés, egy alkú, esetleg pénzbüntetés. Nem lesz több a dologból. Higgyétek el. Szép munka. Hogy halad? Jól, jól. FBI. Minden rendben ment? Igen, itt másik ügynök, Templus ügynök keresi. Mindenki jól végezte a dolgát. Mostantól gyakrabban is bevethetnénk ezt az akciócsoportot. Itt James Machnik. Most beszéltem az EDM-től Kirk Schmidt-tel. Schmidt tudta, hogy lecsapunk. Napokkal ezelőtt értesült róla. Azt állítja, Whittaker figyelmeztette. Kösz. Figyelj, amikor meglátott az ablakban ülve, Bob, és elmesélte Brian? Nekik, hogy... Beszélhetnénk egy percre. Elképesztő volt, látniuk kellett volna, srácok. Terry totál berezelt, Mick és az ügyvédek meg szinte tomboltak. Igen, Marcus, szuper. És az a legjobb az egészben, azt hiszik, vallattak. Azt kérdezték, Whittaker, jó vagy? Mire én? Igen, igen, van meg vagyok. Van felvétel? Igen, készítettem, jó kis anyag. Nagyon jó. Hát, akkor vége. Mark, kinek szólt? Miről? Kinek beszélt a rajtaütésről? Hát, a titkárnőmnek muszáj volt. Srácok, én vagyok a biotermék részleg vezetője, és tudnia kellett, hogyan léphet kapcsolatba velem. Hónapokkal ezelőtt elmondtam, csak annyit mondtam, Liz, az FBI-nak dolgozom. Lehet, hogy egy ideig távol leszek. Ennyi. Fogalma se volt róla, hogy mind dolgozunk.
És azt hiszem említettem Kathy Dyertynek. Egyszer-kétszer. Beosztottam. Kathy jó barátom. Megbízható szövetséges. Nem akartam, hogy halálra rémüljön. Miért csináltam, Mark? Miért? Csak, mert beszél róla Kathy Dyertynek. Nem akartam, hogy megijedjen. Bízom benne. Srácok, Kathy megbízható. Még valaki? Ne szórakozzon velünk, Mark! Kirk Schmidt. És Midi. Nézzék, attól tartottam, hogy nem fog beszélni magukkal, hogy megmakacsolja magát, mert lojális akar lenni hozzá. Az egész akciót tönkre tehette volna. Két és valami balul valami baj történt ma elég este? Legyen, elég, elég. Mark, ugye tudja, hogy amit tett, az szerintünk hiba volt? Titokban kellett volna tartani. Nézze, elfelejthetjük az egészet. De ha van még valami, amiről illene tudnunk... Nincs. Nem jut eszembe semmi. Ne feledje. Azt kell mondani, hogy már van ügyvéd. Tudom, mit kell mondanom, Brian! Mark Whittaker, Aubrey Daniel. Nagyon örvendek. Én képviselem a céget az ügyben. Oh, értem. Ő John Dowd, a kollégám. Jó reggelt. John? Dwayne felvilágosított, hogy pontosan mit csinál. Úgyhogy... Aubrey képviselte Kali hadnagyot az elhíresült vietnámi mészárlás után, tehát... De ez gyerekjáték lesz. Reméltük, van egy kis ideje, hogy elbeszélgessen Johnnal. Persze. Pompás. A cég mindenben támogat, Mark. Apával szeretnénk, ha a vezetőink tudnák, hogy minden ügyvédi költséget mi állunk. Így van. Ez remek. Igen. Jó, köszönöm. Majd, akkor majd értesítse a beosztottait, jó? Jól van. Hogy bírja, Mark? Jól, üljön csak le. Kösz. John, kérdezhetek valamit? Persze, bármit. Ha elmondok valamit önnek, akkor maga azt elárulhatja Micknek és Dwaynenek. Jönnek. Szeretném elmondani, hogy ezután együttműködöm az FBI-jal. Rengeteg felvételük van. Mindent tudnak a Lizinről. És John is egyetért abban, hogy jobb, ha saját ügyvédem lesz. Ó, ez nem is kérdés. Szeretnék elnézést kérni a történtek miatt. Elnézést? Mi van? Jó érzés beszélni, tisztázni mindent. Egy idő után olyan leszel, mint a Luffy, ami azt várja, hogy kidurranjon és végre megkönnyebbülhessen. Bele is lehet betegedni a titkolózásba, akár daganatod is lehet. Azt pedig nem szeretném. Volt egy folyamtársam, akiből jogász lett, gyakran mesélte, milyen nehéz, hogy nem beszélhetnek az ügyeikről. Mint a cégben. Nem mondhatnak semmit, mindent titokban kell tartaniuk, különben megüthetik a bokájukat. Meg van kötve a kezük. Ezt mondta. Szó szerint. Szóval nem is volt szabotőr a cégnél, maga találta ki. Lehetséges, hogy volt. Mármint akár lehetett is. Értem. Az EDM a japánoktól nyúlta le a technológiát, nem kizárt, hogy a japánok is hasonló dologra készültek. De amikor bevallottam az FBI-nak, hogy én találtam ki, azt mondták, nincs más választásom, együtt kell működnöm velük. Felvételeket készített. Hány kazettát csinált? Azt hiszem, több mint 200 kazettát. Oh. Értem.
Rengeteg kedves ember él a Földön. Olyanok, akik szívesen segítenek. Jó szomszédok, hálás hallgatóság. Amikor áradások voltak a Mississippin, és rengeteg ember veszítette el az otthonát, mindig voltak olyanok, akik megjelentek, hogy meleg ruhát és élelmet vigyenek nekik. Ezért vettünk mi is Gingerrel egy speciális számítógépet egy kislánynak, akinek megsérült a gerince. Az ilyen apróságok rengeteget számítanak. Jim is ilyen ember benyomását kelti. Olyan fickónak tűnik, aki képes megmenteni az életedet, ha bekerülsz hozzá a sürgősségére, és hálás vagy, hogy ő volt ügyeletben. ...és ilyesmikről beszéltek, mindent felvettem, amit mondtak. Aztán visszajöttem. Heti két alkalommal Briannel és Bobbal összejöttünk, hogy... tudják, hogy kidolgozzuk a nyomozási stratégiát. Mindent összegyűjtöttünk, minden információt, ami kellhetett, aztán elmentünk az ügyészségre, és még mielőtt észbe kaptam volna, már el is intézték, lerohanták az ADM-et. Mennyi ideig csinálta ezt? Meddig volt informátor? Két és fél évig. Két és fél évig. És közben azt gondoltam, hogy igenis lesz helyem az ADM-ben, amikor a nyomozás véget ér. Még mindig sok ott a barátom. Rengeteg. Hey, Mark, tudja, nagyon fontos lenne, hogy ne beszéljen az ügyről senkivel. Rendben? Rendben. Azok, akikkel dolgozik, a barátai, a tanúk padján végezhetik. Úgyhogy mostantól jó lenne, ha csak Bobbal is velem beszélne erről. Rendben, szeretném, ha tudná, elmondhat bármit. Rendben. Rendben? Igen. Idejöttek a házamba, és csak a cég verzióját tudták a dologról. Kitálalt a Wall Street Journalnek, Mark? Mégis mit mondott? Nagyon fontos volna, hogy ne beszéljen a sajtóval. Én? Azt feleltem, nincs mondani valom. De már nem számított, megvolt a sztoriuk. Már mindent tudtak. Látta a képem az újságban? Egész jó. Kommentálná a történteket. Igen? Kérem? Csak egy szóra, nincsen mondani valója? Szeretném elmondani, hogy a nyomozati szakaszban nem beszéltek a sajtóval. Akkor legalább azt kommentálja, mit szól az ADM részvények árának zuhanásához. Mit szóltak a kollégája, hogy a tudtuk nélkül felvételeket készített? Egy folyamatban lévő nyomozás részese vagyok. Mit gondol, a családjával biztonságban vannak, de kitörben? A szövetségiek el akarják költöztetni? Milyen alkut kötött? Továbbra is kapunk fenyegető hívásokat. És a fülembe jutott, hogy Dwayne és Terry azt terjesztik róla, hogy rosszul dolgozott, meg hogy megbízhatatlan. Mi mondtuk neki. Mondtuk, hogy készüljön fel mindenre. Lehet, hogy támadások érik majd, és hogy nem lesz éppen a legnépszerűbb dolgozó a cégnél. Hát azóta naphosszat csak mereng. Híradót néz, hát ha feltűnik benne. Vagy felhív valakit a cégnél, hogy megtudja a legfrissebb pletykákat. Tudja, ő... Talán nem ártana, ha elmennének, amíg elkezdődik a per. És Mark többé ne beszéljen senkivel. Az FBI nem kényszerített, hogy működjek egy... Nem csak Shepherdre tartozik az igazság. Mármint két és fél évemet áldoztam Brian Shepherdre, és most fizethetem az ügyvédeket. Miközben én vagyok a jó fiú, az, aki lebuktatta az ADM-et. Brian Shepherd elveszíti miattam az állását vagy a megélhetését? Elmentem a helyi középiskolába, amikor pályaválasztási tanácsadó nap volt, és beszéltem a srácoknak a biokémiáról. Vajon elmondhatja ugyanezt magáról Brian Shepherd? Én vagyok a jó fiú. Eleget tettem Brian Shepherdért, velem kitörődik. Kimegy el a srácokért az uszodába, kikészít plakettet a Mark Whittaker környezetvédelmi díjnak. Hol vannak a barátok, amikor Mark Whittakert mocskolják? Ki hoz meleg ruhát és ennivalót? 1995. augusztusa. Látszik, hogy hol illesztette össze. Egy rohadt kis csaló. Mark Whittaker. Üdv, Mark. Aubrey Daniel vagyok. Figyeljen, Mick Andreas irodájában vagyok, és azon tűnődünk, rémlik-e önnek a Lénár Torstensonné valahonnan? Vagy esetleg a North Conkemi. Rémlik önnek ez a cég?
Beszélnem kell valakivel, és visszahívom. Ó, rendben. Beszéljen csak. Vissza fog hívni minket. Az ügyvédem azt mondta, ne beszéljek magukkal, de van valami, amiről már régóta szeretnék beszélni. Ne, ne mondjon el semmit. Most már van ügyvédje. Innentől teljesen más a helyzet. Nem kérdezünk semmit? Na és mi volna, ha megosztanék magukkal néhány hipotézist? Tudják, elmesélnék néhány pénzügyi helyzetet maguknak. És elmondhatnák, hogy rossz-e, és ha igen, akkor mennyire. Na jó, például. Mi van, ha kap valaki használatra egy autót? Tudják, egy céges autót. És ahelyett, hogy munkába járna vele, a saját kocsiját használja, a céges autóval pedig a lánya furikázik. Ez súlyos vétség? Ennyi? Ez a felvetés? Ez nem jelenthet gondot. Rendben. És mi van, ha egy céges repülőről van szó? De az, aki kapta, nem céges, hanem magáncélra használja. Nos, ez nagyjából ugyanaz az eset. Esetleg az adóhatóság vizsgálódhat. Értem. Na és mi van, ha az volt a bevett gyakorlat az EDM-nél, hogy a vezetők a jutalékaikat rendszeresen zsebbe kapják? Mégis mennyi pénzről beszélünk most, Mark? Nos, Brian, elméletileg 500 ezer dollár. Mennyiről? Mifelénk így intézik a dolgokat, értik? Nem csak én csináltam ezt. Mindenki ezt csinálja. Mikor kezdődött ez, Mark? 1991. decemberében. Maga, hogyan fizették ki? Csekkel fizettek. Az összeget aztán különböző számlákra tettük, és nem lehetett több az összértéke 10 000 dollárnál. És voltak ilyen csekkek azután, hogy megismertük egymást? Lehet. $2.5 millió tettek egy svájci bankszámlára, pont mikor Mark Whittaker üzleti ügyben ott járt. Mr. Leonard Torstenson az ABP vállalattól eskü alatt vallotta, hogy még sohasem látta ezt a szerződést. És hogy az aláírás hamisítvány. Sem ő, sem a cége nem kapta meg ezt a csekket. Nyilvánvalóvá vált, hogy Mark Whittaker, aki mindenáron meg akarta szerezni az ADM vezetői posztját, csupán kitalálta az ármanipulációs összeesküvést, azaz koholt vádakkal illette főnökeit. Mindez arra szolgált, hogy leplezze a hazugságait és szemérmetlen sikkasztásait. Továbbá információink vannak arról, hogy az elsikkasztott pénz Kajmán-szigeteki számlákra vándorolt a Whittakernek segítő FBI ügynökök tudtával és segédletével. Mivel vádolnak pontosan? Részleteket akarok. Azt állítják, hogy a bűntársa vagyok? A Whittakerrel kötött szerződés 8. paragrafusa szerint mindenért, amit csinál, közvetlenül az FBI és az államok kormánya felel. Állítólag 2.5 milliót sikkasztott, amíg nekünk dolgozott. Honnan tudhattuk volna, hogy mit csinál? Ő jött hozzánk. Nem az a kérdés, hogy honnan tudhattuk volna, hanem hogy miért nem tudtuk. Nem, az a kérdés, hogy volt-e ármanipuláció. A nyomozás az ADM-ről áttevődött Whittakerre. Ha! Na persze! Az ADM kitalálta, hogy Whittaker sikkasztott, mert rájöttek, hogy nekünk dolgozott. Mégis hogy működik a könyvelésük, hogy évekig nem hiányzott nekik a 2.5 millió, most meg pár óra alatt kiszúrták? Beszélnünk kell Markkal. Nem beszéltek Markkal. Levesszük önöket az ügyről. Ennyi? Végeztünk? Azt hittem, az FBI nem hagyja sorsára a fontos tanúkat. Ő már nem tanú, hanem gyanúsított. Csak 1.5 milliót tartottam meg. Ó, egyek. 1.5 milliót, és mit tudott róla? Pontosan tudta, mit teszek. Mit gondolnak, ki tanított meg rá? Nem áltathatjuk őket már. Ki tudja, mit tudnak? Ha bemegyünk, akkor mindent el kell mesélnie.
A legrosszabb, amit tehet, ha vallomást tesz és titkolózik, akkor aztán nagy bajban lesz. Ez minden, csak ez van, nincsen más. Megvan az összes banki értesítő, minden anyag. Miért titkolnék el bármit nem is? Nem tudom. Ez minden. Nézzék, nem árultam el a teljes igazságot, de nekik mindent el fogok most mondani. Tessék! Mr. Whittaker viselkedésével megszegte az államok kormányával kötött szerződését. Többé már nem számít szövetségi tanúnak. Ez felháborító. Éveket adott önöknek az életéből, követett el hibákat, de nélküle nem volna ügy. Nem azért vagyunk itt, hogy az ADM elleni ügyről beszéljünk. Mr. Whittaker, Ed Herbstnek hívnak, és az FBI gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztályán dolgozom. Ők Mary Sperring és Don McKay, az igazságügy csalásokat vizsgáló részlegétől. Arra szeretnénk kérni, hogy árulja el nekünk. Egész pontosan mikor kezdett el sikkasztani az ADM-nél? Az 1992-es év elején. Tudják, Mick Andreas tanított meg rá, hogyan kell ezt csinálni. Megmutatta, hogyan kell elsikkasztani a jutalékot úgy, hogy ne kelljen adózni a pénzből. Na jó, ügyfelem önként jött el, hogy beszéljen. Én tisztában voltam vele, hogy a sikkasztás nem helyén való, és vállalom érte a felelősséget. Hogyan kapta készhez a pénzt? Csekken. Betettem az összeget a Decatur-i folyószámlámra. Csekken fizették ki a jutalékot? Milyen cég fizet jutalékot csekken, ugye? Nos, nem emlékszem a cég nevére, olyasmi, mint a Gracul kereskedelmi vállalat, vagy ilyesmi. Nem emlékszik a cég nevére, amelytől a csekkeket kapta? Elég nehéz most itt visszaemlékeznem. Mostanában elég sok minden történik velem, ha esetleg nem olvasna újságot. Önként jöttünk el. Együtt akarunk működni. Visszaszerezzük a pénzt. Talán ez majd segít emlékezni. Ezt meg honnan szerezték? Ezek ADM dokumentumok, amelyeken látszik, hogy aláírásokat hamisított. Gratulálok! Témánál vagyunk. Mégis mit képzelnek, mi ez? He? Nem én vagyok az, akire haragudni kéne. Többé nem találkozhatunk. Ha esetleg felhív minket, és az ügyről kezd el beszélni, le kell tennünk a telefont. De továbbra is beszélgethetünk az érzéseiről. De másról nem. Mark, kérem, értse meg, hogy nem mi döntöttünk így, nem volt választásunk. Tudják, az a helyzet, hogy minden dühöm, minden csalódottságom a munkámról önökre tevődött, tácsrácok. Nézzék csak, mennyi szart hordanak össze. Látni fogják a gyerekeim. Csak is azért, hogy befeketítsenek. Ne feledje, Mark, mi szóltunk, hogy lehetetlen megjósolni. Hogy mi lesz, ha nyilvánosság elé kerül az ügy? És eltitkolta az 5 milliót, amit sikasztott. Nem értem, mi köze ennek az ármanipuláláshoz. 2,5 éven át dolgozott maguknak. Kockáztatta a karrierjét, a családját. És most csak úgy hátat fordítanak nekünk, és cserben hagynak. Jól van, Ginger. Azért jöttünk el ma ide, mert aggódunk az ön és Mark egészségéért. Nagyon fontos volna, hogy őszintén mondjon el mindent Washingtonban. Holnap. De tényleg mindent. Nélküle nem volna semmiük. Maguk is tudják. Kihasználta őt a kormány, majd elhajította. Könnyebb olyas valakit üldözni, akit Whittakernek hívnak, és nem Andreasnak. Az egyik évben elvittük a srácokat egy reneszánsz fesztiválra Indiánába. Mi voltunk a fehér lovagok. A srácoknak lovagolniuk kellett, és részt vettek egy lovagi tornán a sötétség erői ellen. A fehér lovagok mindig győznek, és a sötétség erői mindig elbuknak. Valaki lanton középkori dalokkal szórakoztatta a közönséget. Aznap, amikor elmentünk, kegyetlen hőség volt, legalább 35 fok, és a páratartalom is nagy volt, nem emlékszem a pontos értékre. Emlékszem, hogy néztük a lovagi tornát, az egyik ló összeesett a hőségben. Ginger éppen jégkrémet nyalogatott, amit a porba ejtett. A gyerekek sírtak, és az egyik farmer közölte, hogy van puska a kocsijában. Egy pillanat volt. A fehér lovaktól eljutni a ló kivégzéséig. Mindenki elfordult, amikor lelőtték szegény párát, de hiába nem láttuk, attól még hallottuk. Hol van itt az igazság? Mit lehet ezzel kezdeni? Megszállottam vásárolgat. 8 autónk van.
Közülük hármat még nem is használtunk. Miben változott még meg? Hát, mindig én kaptam föl hamarabb a vizet. És Korki volt a vidámabb. De ez is megváltozott. Van egy Hongkongban. És ott vannak a svájci, meg a Kajmán-szigeteki számlák. Igen, igen. Ne jut eszembe, van egy ügyvédem New Yorkban, akinél $1 millió van. Beszélt az ügyvédjének a számlákról? Nem, nem szükséges. Mark, be kell számolnia ezekről a számlákról. Hivatalosan lefoglalták a vagyonomat, nem tudom, hogy bízhatok-e benne. Mark, előfordult a családjában, hogy valakit bipoláris zavarral diagnosztizáltak? Volt egy nénikém, akiről ezt tartották. Igen. Persze a szüleimet nem tudhatom, hiszen meghaltak autóbalesetben 6 éves koromban. Ah. Egy tehetős ohiói család adott át, akinek vidámparkjai voltak. Ah. Hát, nagy lehetőség volt ez számomra, óriási. Az ügyfelem mindenben hajlandó együttműködni. D'Angelo ügynök, van bármi kérdése? Ez az utolsó lehetősége, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Most még tisztázhatja magát. De ha nem lesz teljesen őszinte velünk, jobb, ha már is befejezzük. Megértettem, uram, és szeretném elmondani, hogy milyen rosszul érzem magam. Elnézést. A legutóbbi beszélgetésünk alatt nagy volt rajtam a nyomás. Mondtam dolgokat, amik nem igazak. Szeretnék mindent tisztázni. Az első jutalékot 92-ben kaptam. Mick mindenről tudott. Azt mondta, számtalan lehetőség van rá, hogy lenyúljuk a jutalékot bizonyos Ázsiából és Európából érkező céges szerződések kapcsán. Más is be volt még avatva. Szóval, Mr. Richter, látjuk, hogy pénzt tettek be a számlájára ekkor, ekkor és ekkor. Majd átvándoroltak Whittaker számlájára, a felesége Ginger számlájára, és Whittaker szüleinek számlájára. Ahogy mondtam, eszek kölcsönök. Aha. Kérte, hogy csináljak egy céget, a Northcon Chemie-t, és állítsak ki hamis számlákat az ADM-nek. Volt egy hamburgi bankszámlánk, és kaptam egy csekket 200 000-ről, aminek a nagy részét átutaltam Marknak. Rendben, nézz. Tudjuk, hogy lojális a barátjához, Markhoz. De a meséje több sebből vérzik. Jól van, nem igaz. Minden pénzt Marknak utaltam. Mikor kezdték ezt? Mark mesélt valami nigériai dologról, amit e-mailben kapott. Mit tudsz bizonyos nigériai levelekről? A csalásra gondolsz? Ismerjük mindennapos eset. Levelet kapsz egy nigériai vagy bármilyen hivataltól, amiben pár dollárt kérnek tőled, és ígérnek bizonyos százalékot, igen. Igen, százalékot? Gondolkodtál már azon, ki olyan hülye, hogy bedőljön ennek? Ez nagyon kínos. Szóval mennyi pénzt keresett az illegális tranzakcióival? $7.7 millió. De ahogy említettem, Mick mindenről tudott. És persze bátorította a sikkasztást. Szóval nem 5, hanem 7.7. 7.7. Jim, tudom, hogy különleges elbírálás alá esik, de megvan a pasi. Ez csupa olyan eset, amiért jogosan elítélhetjük. 45 rendbeli elektronikus úton történő csalás, pénzmosás, valamint adócsalás. Világosíts fel minket, hol van itt kiskapu? Ugyan már nem vagyok hülye. Mark törvény sértett, 9 milliót sikkasztott. Ez kétségtelen tény. De az ADM vezetői több $100 millió lopnak el ártatlan emberektől világszerte. Mark bebizonyította, hogy ahol néhány öltönyös találkozik, az nem üzleti tárgyalás, hanem bűnügyi helyszín. És nem csak a száját jártatta, bizonyítékokat is szerzett. Mielőtt egy ügynököt beépítenek, kiképzésen esik át, hogy bírja az azzal járó stresszt. Mindig azt halljuk tőletek, hogy a képzett ügynökök is könnyen kibuknak. És itt van Mark, egy civil, képesítés nélkül. De ti képesek vagytok cserbe hagyni.
Rávettétek, hogy csinálja. Anélkül, hogy tudtátok volna, hogyan fogja bírni. Kicsim! Ginger! Elraktak egy kocsiba, és 20 percen keresztül furikáztak velem. Nem engedtek kiszállni. Teljesen elzsibbadt. Kitette ezt? Nyilvánvaló. Mármint nézd meg az akómat. Ezek az alakok nem tréfálnak. Elraboltak. Egyszerűen behajítottak egy világosban a Dutch Dynasty hátsülésére. Két gangster is 20 percen át furikáztak velem. És közben azt mondták, hogy felejtsek el mindent, és nincsenek szalagok. Meg hogy felejtsem el, hogy a tárgyaláson felhasználom, vagy a sajtóban. Az elrablói azonosították magukat? Tudjuk, ki küldte őket. És tönkretették az ajtónyitó gombokat, ahogy a maffia szokta. Igen, mindkét oldalon, így aztán csapdába estem. Csapdába esett, az ablakot sem tudta lehúzni? Nem. Mindeközben hol volt az FBI? Azt hiszem, itt az ideje, hogy az emberek ráébredjenek arra, hogy az FBI sem makulátlan. Nyomozást kezdeményeztek a férjem ellen, és félrevezették az egész családot 3 éven keresztül. 3-tól 5 évig? Igen. A sittem? Hiszen az ADN volt a hunyó. Bárhová megyünk ugyanazon óta, mindenki Mark Whittaker-re ken mindent. Jól van, nagyon figyeljenek most rám. 9 millió dollárt sikkasztott el, majd pedig letagadta. Tudom, hogy azt képzeli maga a jó fiú, de számukra csak egy fickó, aki rengeteg pénzt lopott és hazudott róla. Tudja, Gingerre sokat gondolkodtunk, és szeretnénk beperelni Brian Shepherdöt, valamint az államok kormányát. Ó, te jó ég! Mégis miért? Fejbe vágott egy aktatáskával! Már kérem. Arra kért, semmisítsek meg szalagokat, amik nem segítenek az ügyben. Miért tett volna Brian Shepherd ilyet? Talán azt kéne megtudni, hogy mit rejteget Brian Shepherd maguk elől. Na jó, utoljára mondom, jó? Fogadja el. Kösz, Jim. De azt hiszem, más utat választunk. Evelyn! Igen? Ravenna, Ohio. Egy újságíró keres a Washington Post-tól. Corky felől érdeklődik. Egy újságíró? Itt Evelyn Whittaker beszél. Hogy adoptálták? Nos, mint az édesanyja, biztosíthatom, hogy a férjem és én nem haltunk meg autóbalesetben. És Markot nem adoptálta egy milliómos. Mark azt terjeszti rólunk, hogy meghaltunk egy autóbalesetben. És gazdag emberek adoptálták. Miért talál ki ilyesmit? Ez eléggé furcsa. Olvastam egy tanulmányt a Time magazinban, amikor a Cornerre jártam, ami az Ivy szövetség része. Senki sem hitte, hogy be tudok oda kerülni, kivéve Gingert, akit 8. koromban ismertem meg, amikor mazsoret volt. Az állt a cikkben, hogy az emberek szimpátiával és részvéttel fordulnak azok felé, akiket adoptáltak, és jobban bánnak velük. Úgyhogy kitaláltam, hogy adoptáltak, és tényleg kedvesebbek lettek hozzám. Amikor elhelyezkedtem, az egyik tanárom azt mondta a Ralston Purinánál, hogy hihetetlen milyen sokra vittem annak ellenére, hogy árva vagyok. Nem is kellett elhíreztelnem, mások megtették helyettem. Belátom, hogy hiba volt kitalálni, de nem én terjesztettem el, hanem mások, még az ADM-nél is. Az új ügyvédem is tisztában van vele. Ez az ügy hosszú évekre nyúlik vissza. Korábbra, mint hogy megszülettünk. Hatalmasabb bármelyikünknél. És azóta is tart. Tudom, hogy kételkednek, de én láttam, az ügyfelem, Mark Whittaker, megmutatta nekem. Lehet, hogy csak egy biztosításokkal foglalkozó ügyvéd vagyok. Taylorville-ből, világvége Illinois-ból. De elhihetik. Pontosan tudom, hogy ki a nagybábjátékos. Micsoda? A nagybábjátékos.
és nem az, akire gondolnak. Marknak felvételei vannak. Felvételek, amiket a kormány nem akar, hogy halljunk. Felvételek, amik nyomán megtudjuk. Mit tett Brian Shepherd, aki fejbevágta Mark Whittakert egy aktatáskával, miközben Mark a kormánynak dolgozott. Az ügyfelemnek van egy levele a pszichiáterétől, amely megerősíteni látszik, hogy durván bántalmazta őt, Brian Shepherd. Egy levél a pszichiáterétől, ami felmenti az ügyfelemet minden vádpont alól. Nyilvánvaló, hogy az FBI súlyos hibákat követett el önnel szemben. Felhívom a figyelmét a súlyos hibákra. Az orvosom írta. Amikor valaki öngyilkosságról beszél, az intőjel. Viszont amikor az öngyilkosság módjáról, az már nagyon-nagyon komoly dolog. Mark. Az, hogy az FBI etikátlan dolgokat kért öntől az ADM-mel szemben, szintén hozzájárult ahhoz, hogy bipoláris állapotba kerüljön. Tudhatták volna, észre kellett volna venniük, hogy pszichés bajai vannak. Orvosi szempontból ez gyilkossági kísérletnek számít, amit az FBI követett el. Jogi szempontból az ügyvédjének kell eldöntenie, hogy mi a pontos teendő ezután. Mindenben a segítségére leszek. Ön és a családja túl sok izgalomnak volt kitéve a kémkedés miatt. Tudhatták volna. Ez dr. Miller írta. Olvastam a levelet, Mark. Egy gond van a levéllel. Az, hogy hazugság. Mégis miről beszél Brian? Az ő levélpapírján van. Ez az aláírása. Mégis miről beszél? Az irányítószám, Mark. A fejlécben. Az irányítószám 847. Ezt a levelet novemberben írták. 1995-ben. Az irányítószám akkor még nem létezett. Értem, de bejelentették. Már hogy megváltoztatják. Még én is emlékszem rá, biztos előre berendelték az irodaszereket. Én is gondoltam erre. Megkérdeztem a postahivatalt. Ez a hivatalos bejelentés, hogy bevezetik a 847-es irányítószámot. 6 nappal később történt, mint hogy ezt a levelet megírták. Miller semmiképp sem tudhatott róla. Ron Hankoff a Fortune-től felhívta dr. Millert, aki ezt megerősítette. Szóval beszélt Hankoff-al. Ron Hankoff-al a Fortune magazintól. Aki megnézette a levelet. Dr. Millerrel. Beszéltem dr. Millerrel. Aki... De nem... Ez az orvos-beteg viszony megsértése. Azt hiszem, ezzel megsértette az orvos-beteg titoktartást. Nem hívhatja fel Millert? Az orvos-beteg titoktartás nem vonatkozik a csalókra, Mark. Miért akarja a Fortune magazin lehozni a sztorit? Miért akarna Ron Hankoff a Fortune magazinban ebből címlapot csinálni? Elég, Mark. De Hank, ha beszélt Hankoff-fal... Ne csináld ezt tovább magaddal. Miért? Miért hazudik folyton? Nem tudom. Hát azt hiszem, nem ártana visszamennem a kórházba.1997. októberre. Az Amerikai Egyesült Államok kontra Mark Whittaker. Joga van vallomást tenni. Köszönöm. Őszintén hálás vagyok a lehetőségért, hogy mondhatok egy pár szót. Nem volt semmi. Hosszú 5 év volt. Rengeteg emlékkel. Őszintén szeretnék bocsánatot kérni sok embertől, akik itt vannak a teremben, és azoktól is, akik most nincsenek itt. Azért, amit tettem. Orvosi kezelés alatt állok így, sok mindent tisztában látok. És szeretném, hogyha... Tudom, hogy sokakat megbántottam, ezért szeretnék elnézést kérni. Rettenetesen sajnálom. És mindent tettemért vállalom a felelősséget. Ennyi. Köszönöm.
Azzal a megállapítással, hogy Mr. Whittaker nem szokványos bűnöző, igen, csak keveset mondtam. Iskolázott férfi, szerető neje és családja van. A társadalom megbecsült tagja, és nem elképzelhetetlen, hogy igazgató lehetett volna a cégénél, az Archer Daniels Midlandnél. Azonban a bíróság nem talált közvetlen kapcsolatot Mark Whittaker bipoláris zavara és a 45 rendbeli bűncselekmény között, mellyel vádolják, ez csak szimpla mohóság. Nagyon nehéz eldönteni, hogy Mr. Whittaker mikor mond igazat. Nem hiszem, hogy ami történt, fair lenne Mickhez és Terryhez mérve magam. 2002. októberre. Ha valaki esetleg kirabolja a helyi vegyesboltot, maximum 5 év börtönt kaphat. Mick és Terry a világ összes vegyesboltját kirabolta, és kaptak 3 évet. Árulják már el, én milyen alapon kaptam 9-et? Azt hiszem, ezt érdemes volna megfontolni, elnök úr, amikor mérlegeli a kérelmemet. Valamint szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnézést kérjek jó magam és a nejem Ginger nevében. Brian Shepherd különleges ügynöktől. Ő sosem ütött le aktatáskával. Nem kérte, hogy semmisítsek meg kazettákat. Az ötlet, hogy pereljen be, az ADM egy dolgozójától származik. Nem kellett volna hallgatnom rá, azt sem tudom, hogy ki volt. Amikor az ADM-nél dolgoztam, olyan sok énem volt, hogy nem tudtam, ki is vagyok. Ma viszont már tudom, hogy ki vagyok, és mit akarok az élettől. Elvégeztem 3 posztgraduális képzést, miközben börtönben voltam. Nemrég megszereztem egy jogi diplomát. Elvégeztem egy kurzust az esküdtek kiválasztásának pszichológiája címmel. Évek óta nem alszom olyan jól, mint itt. A nejem Ginger megbocsátott nekem. Őszintén hisz benne, hogy ez a kis incidens az ADM-mel csak elmélyítette a több mint 20 éve tartó házasságunkat. Remélem, hogy hamarosan kiengednek, hogy éljem az életemet. A családommal, a 3 gyerekemmel, akikből 2 adoptált. Az elmúlt események fényében kijelenthetjük, hogy nagy részem volt abban, hogy a kormánynak időközben sikerült beszednie több mint 1 milliárdot az árspekulálások miatt kivetett büntetésekből. Ennyi volna. És köszönöm. Sok sikert a kérelméhez. Kösz, Bob. Hálás vagyok, amiért segített visszaemlékezni. Köszönöm. Bárcsak Brian is eljött volna. Nos, ő továbbra is eléggé dühös. Igen. De üzenem neki, hogy őszintén sajnálom. Átadná? Persze, Mark. Tudja, az a vicces, hogyha nem lettem volna besúgó, sosem tudtam volna 11,5 milliót lopni. De ez volt a menekülésem. A végkielégítésem, igaz? Elloptam a végkielégítésemet. Eligazítás. Viszlát, Bob. 11,5 millió. Tessék? Azt hittem 9,5. Nem ezt mondtam? Nem, 11,5 mondott. Ugye tudja, hogy az ADM-nél azt hiszik, hogy maga volt a tégla, hogy ön hozta létre a vírust, majd tüntette el. 11,5 a kamatokkal együtt. Mark, 9,5 vagy 11,5? Nem tudom, Bob. Mondja meg ön. Trust me. Az FBI és az adóhatóság nyomozása során az ADM-nek sikerült elszámolnia a vitatott befektetéseivel. Whittaker végül bevallotta, hogy a sikkasztás egyedül az ő ötlete volt. Az ADM több mint 500 millió dollárt fizetett civil alapokba, valamint kormányzati büntetésként. A cégnek új vezetősége van. Mick Andreas és Terry Wilson 3 évig volt börtönben. 2002-ben engedték szabadon őket. Edgefield, Dél Karolina, 2006. december. Stay you wrong, trust me. There are times when you're feeling like a loser. There's no future. Mark Whittaker jelenleg a Cypress System részvénytársaság termelési és beszerzési igazgatója. Azóta sem részesült elnöki bocsánat kérésben. Lady luck knows where to find you. I give you a money back guarantee. Trust me.
Stól András, Epres Attila, Miller Zoltán, Németh Borbála, Orosz István, Kardos Róbert, Feszbaum Béla, Besenci Árpád. Magyar szöveg Boros Karina, hangmérnök Illés Gergely, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Tabák Kata. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. When your Sherlock dreams and hopes feel your life is on the ropes, you shouldn't let it get you rattled or upset you. You learn the secret lies and just improvising. Trust me, there are times when you're feeling like a loser. There's no future living in the past. You gotta stick to your intuition. Life can be peaches, cream and honey, using other people's money. I'll give you a lifetime guarantee. Would I lie to you? Never trust me.